A tavalyi világbajnokság után nemzetközi fut golf tornát rendeznek a hétvégén Kisorosziban. Érkeznek játékosok Hollandiából, Olaszországból és Norvégiából is. A versenyről Gelencsér Gábor főszervező és Hankó Péter rendezvény igazgatóval beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Akik szinte hazajárnak ide hozzánk, ugye mi már nekünk is volt alkalmunk tavaly a világbajnokság előtt beszélgetni, és éppen a besét a kapcsán mondtam, hogy hiányoltam a károminterzoknikat, bár akkor az egész szerelésre a válogatott szerelésben ültek itt az urak, de látom ezek most is itt vannak. ez valami fajta üzenet így a... Csak egy kis a akár így a reggeli órákban. <laughs> Nagyon helyes, mert hogy ugye magának a golfnak amúgy is tudjuk, hogy van egy, egy saját belső úgymond, divatvilága, és ezzel egy picit azért igazodik, úgy látom, a, a futgolf társadalom próbáljuk, is, ugye? Próbáljuk az elegantiát megtartani, és minél több színben színesíteni, és minél jobb dizájnokat kitalálni, mm -hmm. hogy minél színesebb legyen a felszerelés. Amikor tavaly találkoztunk a világbajnokság előtt, ugye akkor arról volt szó, hogy ez egy, ez egy óriási premier. Minden szempontból az első világbajnokság, ráadásul rögtön Magyarországon, ugye már tudjuk, hogy eredményesség tekintetében sem akármilyen az az évkönyv, mert hogy ugye magyar neve kerülhettek a dobogó első, második és harmadik fokára is lehetett -e érezni az elmozdulást annak a VB sikernek, a rendezésnek és mindenek egyébnek kapcsán, hogy nő a, a futbol, futgolf, mondjuk így háttérbázis, és egyre többen akarják ezt a műfajt csinálni, élvezni, részt venni benne? Hát, igen, úgy érezzük, hogy valóban óriási lendületet kapott a sportek, ezt többek között az is bizonyítja, hogy a világbajnokságon 8 nemzet vett részt, és ebben voltak érkezettek, Dél Amerikából érkezettek, Dél-Amerikából, a hétvégi nemzetközi versenyünket pedig kilenc ország részvételével, és ez csak európai. Hogy ez, tehát, ez az, tehát ez, ugye ez nem egy világbajnokság, hanem ezek szerint egy nemzetközi, nemzetközi esemény. úgy gondolok, hogy ha számok alapján nézzük egyértelmű az előre mozdulás és a, az Európák kívül földrészeknél is szintén ilyen dinamikus fejlődésnek indult el a sportág. Tulajdonképpen, ha jól értem, akkor egy ilyen világbajnokság volt, egy ilyen kezdő szikra, ugye, ami így elindította így a Földgolyón ezt a fajta űrletet a szabad így fogalmazni ebben a műfajban. Hát igen, most már négy kontinensen is ott vagyunk. Uh -huh. Kaptunk megkerestést már Ázsia részéről is. Bízunk benne, hogy minél hamarabb ott is, akkor elindul a futgolf, és akkor teljes világszinten fog menni. Tervek szerint 2014-ben Argentinában lesz a következő világbajnokság. Uh -huh. Ez azt jelenti, hogy három évente? vagy éppen Nem, csak, két évente. Ja, két évente, bocsánat, tavaly volt, most 2013 ban Tehát két évente akkor világbajnokság, ez ugye megint önmagában egy picit növeli a dolog értékét, hogy nem minden évben, aztán gondolom, hogy majd fejlődik a sportág, meg a résztvevők létszáma alapján ez akár változhat is. Mi az eredményességben elképzelt útja a magyar futgolfnak? Hát, ami ideig is megvolt. Mm -hmm. volt. Szóval az idei évben is voltunk több nemzetközi versenyen már, és szinte majdnem mindenhonnan a bogó volt ért haza a magyar csapat. Nagyon-nagyon uh, jól szerepelt mindenhol. Uh, voltunk Angliától kezdve, Norvégiába, Puerto Ricóba, Olaszországba, és mindenhol kitűnő eredményekkel zártunk. Uh -huh. És mi szeretnénk megtartani ezt a tendenciát. Jövőre, hogy Argentinából lesz valóban a világbajnokság, akkor szeretnénk címet védeni. És bízunk benne, hogy akkor elindul Európába is egy kupasorozat, és akkor majd lesz esetleg Európa-bajnokság is ez a jövőzenéje, uh -huh. most a háttérmunkák folynak ezzel kapcsolatban. Világos. Egyébként azt is jelenti ez a fajta sikersorozat, hogy hogy annyira időben voltunk ott mi magyarok a rajtnál, hogy ezt a fajta mondjuk előnyt ezt meg lehet hosszú távon tartani, vagy azért ahogy nőni fog majd a futgolf mondjuk úgy résztvevőinek a száma világszerte, és ugye egyre több országban vesznek vagy szállnak be ebben a műfajban, akkor azért a tradicionális foci nemzeteknek lehet előnyük vagyunk szemben. Független attól persze beszéltük, hogy azért jó a labdarúgó előélet, de nem elég. Uh -huh. Hát úgy gondolom, hogy a tradíciót ebben a sportákban remélhetőleg mi is jelentjük, tehát Aha. a, sportág sporták kitalálja a hollandok, de igazán aki nagyon-nagyon aki sok energiát fektetett bele, a Gábor, tehát Gelencsér Gábor, aki sportdiplomáciailag is uh -huh. nagyon erősen képviseli a, világban a, a sportágat, azért mondom el, én inkább ő helyette. Tehát van mert egy... ő szerény, de ezt tényleg mert így van, szerény, ez tényleg van. Mert neki... ő szerény, tehát van egy három fős bord, egy holland irányítással és Egyesült Állambeli és magyar alelnöki poszttal, az egyiket a Gábor tölti be, tehát ő tényleg utazó nagykövetként járja a sportágat, tehát a világot a versenyek rendezésében, kialakításában részt vesz. Nagyon fontos dolog, hogy a világbajnokság, amit említettünk, hogy az első világbajnokságot nem lehet még egyszer megrendezni. Tehát ez valóban egy olyan dolog, hogy. Ez hogy ott lesz maradandó nyomban a sport egy évkönyvekben. Unikú. Igen, <laughs> tehát ez, ez, egy, ez egy nagyon fontos dolog, és ö, én gondoljuk, hogy ö, fontos még, hogy a, a sportág szabályainak a kialakítása szintén ö, a Magyar ö, Szövetséghez, a mi nevünkhöz fűződik. Ezt fordítottuk le ö, angol nyelvre, és ez. Ö, az elfogadott a futgolf világában, tehát ez szerint játsszák a játékot. Úgy gondolom, hogy ez a három tényező talán elegendőnek kell lenni, hogy, hogy ne szoruljunk perifériáig, és benne maradhassunk a mozgatásban. Hát ez nagyon fontos, hogy azért ez egy, ez egy nagyon pozitív jövőkép, és egy, egy, olyan, amire abszolút olyan bázis, amire lehet építeni. Ugye az érdekes, hogy ugye beszéltük, hogy a, a futball tudás nagy előny, fejjegyse a korábbi válogatott labdarúgót és kedves kollégánkat is idézhetném, de nem elég, ugye erről már beszéltünk a korábbiakban, hogy ez csak úgy tűnik, hogy az ember labdarúgó előélettel és azzal a fajta lábtechnikával boldogul, de azért nem olyan, nem olyan egyszerű ez. Mégis milyen érdekes, hogy azért nem a golfvilágból látok mondjuk a webból, oldal első oldalán hírességeket, hanem inkább a labdarúgó válogatott oldaláról. Tehát Zsuzsák Balázsék is bőven ott vannak, Juhász Rolandot láttam, Koma Vladimírt ez, ez természetes, ez a támogatás az ő oldalukról? Uh, hát mivel futbolisták, uh -huh. és szeretik ők is a futgolfot, így mondhatom azt, hogy igen, de uh -huh. szerencsénk is volt, uh, illetve egy nagyon jó programot tudtunk ajánlani a válogatottnak, és uh, 2011, ben illetve 2013-ban is most már két alkalommal kilátogattak hozzánk, és természetesen ez nagyon nagy reklámérték a futgolfnak, hogy a magyar labdarúgó válogatott futgolfozott. Emellett a srácok után megcsináltuk a lányoknak és a kis csapatépítő tréningét, uh -huh. és a magyar női labdarúgó válogatott is kim volt, és szóval. ők is nagyon élvezték a játékot. Nagyon jó, hát fontos az, hogy ez a dolog koedukált maradjon, és, és ne úgy tudni, hogy ez, ez csak, egy, ez, csak egy, férfi sport. Beszéljünk a hétvégi nemzetközi tornáról, ugye azt már hallottuk, hogy létszámát és az országok részvételét tekintve egy még kiterjedtebb dolog lesz, mint akár a tavalyi világbajnokság. ugye láttam ugyanakkor, hogy ez a program azon túlmenően, hogy ugye kétnapos és összeadódnak bizonyos szempontból az eredmények, egy ilyen nagy családi heppelének is kinés ez tehát a barbecue sütés, a közös ebéd és többi, ez cél, hogy ez egy ilyen családi program legyen a nyilván szorosan vett sport teljesítmény mellett? Igen, természetesen, tehát a, ugye a játék lényegéből fakadóan nem, ahogy említett, említetted, nem csak férfiaknak, fiúknak, hanem lányoknak, gyermekeknek, tehát tulajdonképpen van egy olyan szerencsénk, hogy a, bármilyen koroszt, kor és nem függetlenül üzhető a sportág, és tényleg szeretnék azt meghonosítani, hogy egész családok jöjjenek ki. Sokszor volt olyan, hogy versenyeken még a, a az állapotos kis feleség elkísérte a párját, ment, és tényleg ez egy nagyon jó, nagyon jó hangulatot tudott adni. Az, hogy utána nem csak a fiúk ülnek lesörözni, hanem az egész család együtt van. Tehát úgy ez egy erőt, erőt tud adni, hogy a bázisunkat is szélesíthessük. Jó, hát akkor ezek szerint különleges díjak is lesznek, látom, nem csak összetett győztes, hanem lehetnek ilyen egyéni kiugrások is, ugye? Hát ugye van a úgynevezett hollim van a golfba, igen. mi Mere ezt egy kicsit átfordítjuk a golimba. <laughs> jó, tehát akkor ilyen. És külön igen? díj is lesz, igen, illetve minden ország legjobb játékosát is külön fogjuk díjazni, uh -huh. mellette a szponzoroknak köszönhetően családi programokkal is fogunk kedveskedni a kilátogatóknak, ugrálóvártól kezdve kezdve, keresztül, rengeteg program lesz, amire. Szóval, szóval, aki szeretne egy jó hétvégét magának, akkor az vegyet. Szélve. Kis a rossz Várunk mindenkit sok szeretettel. Köszönöm szépen, és sok sikert ehhez a mostani Köszönjük, köszönjük szépen.